Ismét állíthattuk az óráinkat, hiszen kezdetét vette a téli időszámítás. A budapestieket arról kérdeztük, ők vajon hogy vélekednek az óra átállításról. Szívem szerint én hagynám a nyári időszámítást, és soha többé nem állítanám vissza. Legyenek a napok hosszabbak. Igazándiból, amikor gyerek voltam, akkor nagy szükség volt rá, mert ugye akkor a elektromos lámpákat még máshogy kapcsolták, mint most. Én azt gondolom, hogy én már megszoktam, tehát engem nem zavar, bevallom őszintén. Ilyen korosz, amikor hirtelen lesz sötét este, főleg ebben a jó időben maradnánk még kint tovább, úgyhogy most kifejezetten rossz volt. Én nem tudom, vagy nem látom, hogy ennek mennyi előnye lehet így a világításra nézve, vagy a villanyfogyasztásunkra, erre biztosan vannak valami jó mutatók, úgyhogy nem tudom, hogy ennek mennyi értelme van még a mai világban. Én nyugdíjas vagyok már, nekem mindegy, hogy egy órával később kellek, korábban fel, teljesen mindegy. Hát szerintem az egy nagy előny, hogy én többet tudtam emiatt tanulni egy órával, úgyhogy ilyenkor jól jön. Hát amikor egy órával többet lehet aludni, mint például most, az azért jól tud esni az embernek. Szerintem gyorsan át lehet állni. Hát azért mindig át kell állni, az az egy óra, az egy óra. Tehát nekik őket le kell fektetni időben, ugye mennek másnap suliba, a biológiai órájuk meg el van késve, úgyhogy azért mindig egy kis nehezített pálya ez, de azt gondolom, hogy meg lehet ugrani.